Kedves nézőink, híreink következnek. Nézzük először röviden. Hősök napja. Lesz gyermektábor az idei nyári szünetben. Testületi döntések. Bérmálás. Gyermeknap. Lovas majális. Megújultak a hirdetőfalak. A háborúkban elesett pomázi hőseinkre emlékeztünk május 30-án vasárnap délelőtt 10 órától. A megemlékező beszédet Leidinger István polgármester tartotta, verset mondott Iski Botond 8-os diák. Az ünnepélyes eseményen emléklapokat adtak át a hősök leszármazottainak, akik a felhívásra jelentkeztek. Külön köszönetet kapott Verebes Gizella, aki az előző önkormányzat alatt őrizte a lángot, vagyis megszervezte a Hősök napi ünnepséget, hogy ne merüljenek feledésbe a hőseink. Az idei nyárra is megszervezi az önkormányzat azoknak a gyermekeknek a nyári felügyeletét, akiknek szülei dolgoznak és másképp nem tudják megoldani a gyermekek elhelyezését napközben. Nem szimpla gyermekfelügyeletre kell gondolni. Az önkormányzat a munkában részt vállaló pedagógusokkal együtt programokat szervez a gyerekek számára. A táborral kapcsolatosan a szülőknek az egyébként szokásos étkezési díjon kívül más kötelezettségük, költségük nem lesz. Bár a járvány enyhül, a vészhelyzet továbbra is érvényben van, így testületi üléseket nem lehet még tartani, így a döntéseket továbbra is a polgármester hozza meg. Ezeket ismertette az informális testületi megbeszélésen Leidinger István polgármester. Ezek közül néhány. A Benicki utca 58 bérbeadása. A volt Bőzinger kocsma, cigánykocsma, zeneiskola épület, könyvtár, MSZP székház. Most jelen pillanatban az épület már évek óta ott áll romosan, és hát csúfítja a főutcánkat. Nem olyan régen a licit rendszerünk segítségével erre az épületre ezt meghirdettük licitre, bérbeadásra, és egy ingatlan közvetítő iroda nézte ki magának. Vállalták az ingatlannak a rendbetételét, felújítását és kibérlését, és kötöttünk egy szerződést erre. 141 ezer forintos bérleti díjat fognak fizetni. Június 1-től kezdődően lépnek az ingatlanba, tehát onnantól kezdődik a bérlemény, és elkezdik az ingatlannak a felújítását. Valószínűleg erre még vissza fogunk térni erre az ingatlanra, mert már most sajnos jelezték, hogy az első megtekintésen túl, aminek vállalták a felújítását, más bajok is vannak, mert tetőszerkezettel is van probléma, tehát én nagyon bízom benne, hogy ez az egyébként szép patinás épület, ez meg fog épülni, és most jelen pillanatban olyan csúf a főutcán, de hamarosan új homlokzatot kap, új homlokzati szigetelést kap, új nyilázzárók, és a tetőszerkezet, illetve a héjazat is meg fog újulni. Újabb ingatlant vásárolt az önkormányzat. Ez elsődlegesen azon túlmenően, hogy minden pomázit érint természetesen, de elsődlegesen a lakótelepen lakókat, Vörösmarty lakótelepen lakókat, Klisovác utca környékén lakókat érinti. Van egy viszonylag nagy terület, egy 3 hektáros terület, a lakótelep és a Klisovác utca között, ahol nagy nyomású gázvezeték van, illetve elektromos távfeszültség megy, ennek vannak védőtávolságai, tehát maga az épület nem építhető, maga a terület nem építhető be, mezőgazdasági MAK besorolásban van. Az óvodatéjesszel voltunk osztatlan közös tulajdonba, de az önkormányzatnak elővásárlási joga volt bejegyezve a tulajdoni lapon. Így szereztünk tudomást arról, hogy az óvodatéhez ezt a területet elkívánja adni egy magánszemélynek bruttó 2 millió
forintért. Természetesen azonnal léptünk, és jeleztük, hogy az elővásárlási jogunkkal élni kívánunk, és ezt a 31.633 négyzetméternyi területet, ami három helyrazi számon szerepel, a bruttó 2 millió forintért megvásárolja az önkormányzat. Erre a költségvetésben megcsináltuk a forrást. Igazából, hogy mit fogunk kezdeni a területtel, nem tudom, de hát minden esetre, hogy azt szeretnénk megakadályozni, hogy nehogy az legyen, hogy most egy magánszemély ezt megvásárolja, fogja, körbekeríti, és akkor a pomáziakat kizárja erről a területről. Így továbbra is közterületként fog funkcionálni. Gondolunk itt erre, hogy kutyafuttató, illetve a kutyásoknak lehetne itt kialakítani egy olyan teret, ahol a kutyákat futtatni lehet, illetve a kutyáknak egy játszóteret lehetne kialakítani, illetve természetesen a továbbiakban is a közpark jellegű funkcióval, tehát egy ilyen sétálótér lenne ez a terület. Tehát nem kívánjuk beépíteni, attól nem kell megijedni, nem is lehet beépíteni, tehát ez az MHK besorolás, ez azt jelenti, hogy alapot nem lehet ásni, tehát nem lehet rajta épületet elhelyezni, illetve hát a gázvezetéknek, elektromos vezetéknek olyan védőtávolsága van, hogy ott nagyon korlátozott az épület, vagy az ingatlan ilyen irányú hasznosítása. Igazából, hogyha másra nem lesz jó a terület, csak arra, hogy továbbiakban is ott emberek, kutyák, állatok tudjanak tartózkodni, sétálni, játszani, akkor már megérte, úgy gondolom, ennek a területnek a megvásárlása, illetve megnézzük, hogy mit tudunk ott úgy kialakítani, hogy ez hasznosítható legyen. De ami a legfontosabb talán, hogy nem lesz elkerítve a terület. Változás történt a pénzügyi bizottságban. Ortó István külsős tag elköltözik Pomázról, ezért tisztségéről lemondott. Mivel a bizottság a vészhelyzet alatt nem működhet, ezért utóda megválasztása később esedékes. Hamarosan megújul Pomáz önkormányzatának honlapja. Új honlapunk lesz, valami technikai fönnakadás még mindig van, ezért nem léptettük életbe. Ugye korábban arról beszámoltam, hogy a Pomázváros honlapjának a forráskódját nem kaptuk meg, így nagyon sok funkcióját nem tudjuk használni, illetve hát már egy picit elavult az a honlap, tehát megújítjuk a honlapot. Ez rövidesen már kikerül az internetre, és szeretnénk, hogyha a honlapon, egy kis monitoron folyamatosan figyelemmel lehetne kísérni a levegő tisztaságát, tehát a grafikont folyamatosan lehetne nyomon követni, hogy éppen milyen és melyik irányba tart a levegő tisztaság, gondolok itt a szállópor, illetve a levegőbe előforduló monoxidokra, meg mindenféle egészségkárosító anyagokra. Foglalkoztunk a víztisztasággal, a hulladék kérdéssel. Az megállapítható, hogy Pomázon még mindig nagyon sok hulladék képződik, és nagyon sok hulladék elszállításáról kell gondoskodni. Fölmerültek az olyan jellegű problémák is, hogy megjelenik Pomázon rendszeresen, amivel küzdünk, az illegális hulladéklerakás. Jó érzésű pomáziakat ez rettenetesen fölháborítja. Nagyon nehéz a küzdelem ellenük, de tessék elhinni, hogy ráadásul nem is mi vagyunk benne az illetékesek, hanem átkerült már a kormányhivatalhoz az illegális hulladékkal való hatósági eljárás, de azt azért következetesen megköveteljük, hogy amikor megfogjuk az illetőt, és már pedig azért a legtöbb esetben meg tudjuk fogni az illetőt, nagyon komoly szankcionálást indítunk ellene. Én nagyon szeretném, hogyha az elkövetőknek a
fényképét, meg mindenét közzé tudnánk tenni, sajnos ezt a helyi jogszabály, nem a helyi, hanem az országos jogszabályok nem teszik lehetővé, de itt nagyon kemény fellépést hirdetünk meg az illegális hulladék lerakókkal szembe, és ezt következetesen próbáljuk betartani és visszaszorítani ezt a nem kívánt tevékenységet. Ugyancsak a közvagyon gyarapodását szolgálja, hogy hosszas procedúrát, póthagyatéki eljárást követően az önkormányzat ajándékként elfogadja a Lupa mauzóleumot. Ez egy temetkezési hely, itt a Lupa család, illetve a Mandics család és azok leszármazottai voltak eltemetve. Már a család elvitte a halottakat, mert nem tudták fönntartani a kriptának a nyugalmát egyrésztről, másrésztről 1949-ben egy téves földhivatali bejegyzéssel a kripta épületet egy magánszemély nevére írták. Mivel akkor a Lupa és Mandics család hozzátartozó Madai család nem tudott föllépni a földhivatali határozat ellen, ezért ez jogerőre emelkedett, és innentől kezdve ez egy majdnem, hogy ilyen megmásíthatatlan van. Na most képzeljenek el egy olyan szituációt, hogy van egy síremlék, ebben a síremlékben halottak vannak, eltemetve, és ezt egy magánszemély megkapta a földhivataltól, és jelen pillanatban ennek a magánszemélynek most valami 6 leszármazottja birtokában van. Sok esetben nem is tudtak róla egyébként, tehát föl kellett derítenünk, hogy annak a magánszemélynek, aki 1949-ben megkapta a kriptát, kik a leszármazottai. Most elindítottunk egy póthagyatéki eljárást, és ennek a póthagyatéki eljárásnak jövő héten, hétfőn lesz a közjegyző előtti beteljesülése remélhetőleg, amikor az örökösök le fognak mondani az önkormányzat javára erről az örökségükről, és akkor átkerül az örökség az önkormányzathoz. Pomáz önkormányzata egy használt gépkocsit vásárolt 500 000 forintért. Erre azért volt szükség, mivel az ételt a kicsiknek a régi bölcsödében készítik, és azt szigorú előírások mellett szállíthatják át az új bölcsödébe. A gépkocsi ezt a célt szolgálja. A katolikus egyházban a bérmálás olyan szertartás, melynek során kézrátétellel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. A bérmálkozás ideje az elmúlt években a 8. osztálykor elérése volt. Jelenleg a lelkipásztorok és a püspökök többsége arra törekszik, hogy az általános iskola befejezését követően legalább a 16 éves kor elérése után kerüljön sor a bérmálkozásra. Mondván ez alatt a fiatal még szinte gyermek, és hiányzik belőle annak képessége, hogy döntést hozzon a keresztény életforma és Jézus Krisztus követése mellett. A bérmálandónak ugyanis meg kell vallania a hitet, akarnia kell a szentség fölvételét, és késznek kell lennie arra, hogy vállalja Krisztus tanítványának és tanújának feladatát az egyházi közösségben és a földi dolgok közepette. Pomázon május 30-án tartották a bérmálást. Május utolsó vasárnapja, gyermeknap. A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Magyarországon 1931-től ünneplik, bár akkor még gyermekhétnek hívták. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére. Pomázon is számos programmal várták a családokat. Május 29-én és 30-án került megrendezésre a Lovas Majális a Magyar Vár Alapítvány szervezésében. Helyszín a festői környezetben álló Majdán fensíkon álló Magyar Vártábor. Állat és kirakodó vásár, gyermeknapi programok, lovas versenyek, kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket.
1920. június 4-én, 101 évvel ezelőtt írták alá a győztes hatalmak a trianoni békediktátumot, mely értelmében Magyarország elvesztette területének több mint kétharmadát és népességének közel kétharmadát. 2010. évi törvény értelmében e nap a Nemzeti Összetartozás napja. A Pilisi Nemzeti Keresztény Egyesület a közelgő évforduló alkalmából felvállalta, hogy a pomázi összetartozás téren és ezen felül még 5 helyszínen felújítja a hirdetőfalat és a padokat. A reggeli órákban volt a találkozó, majd kis csoportokra osztva láttak neki a munkának. Az eseményre Bitályos Eszter államtitkár is kilátogatott. Én nagyon bízom benne, hogy meg fogjuk tudni valósítani azt, hogy mindenhol méltóképpen emlékezzünk a Nemzeti Összetartozás napján. Annál is inkább, mert én azt látom, hogy úgy készülnek a települések a környéken, hogy meg lesznek tartva a nagyobb szabású rendezvényeik. Már kaptam is meghívást Szentendrére is, Leányfalura is. Úgyhogy én úgy látom, hogy azon van mindenki, hogy azzal, hogy újra nyitjuk az országot, ezzel megnyílnak a lehetőségek arra, hogy újra a közösségek is együtt legyenek és együtt emlékezzenek. Tavaly évben ugye épp a covidos időszak egy kicsit lazább volt így június elején, és hát a békediktátum 100. évfordulója volt. Tehát tavaly egy nagyon nagyszabású megemlékezés sorozatot csináltunk ezzel kapcsolatban. Ugye az egyházi vezetőkkel csináltunk riportot, hogy pomázi egyházi vezetőkkel mit jelentett nekik a Trianon. Szerintem az egy nagyon jól sikerült egy órás film volt. Egy pályázatot hirdettünk meg, amire határon túl, illetve Pest megyéből, országból nagyon sokan pályáztak, hogy mit jelent neki Trianon. Itt egy székelyudvarhelyi csoport nyert, a Magyar Várban volt a díjátadó, Ternoszki Béla volt a zsűrinek az elnöke, Petrás Mária vett részt a zsűrizésben még, illetve a Radányi László a média részéről. Szerintem egy nagy sikerű figyelemfelkeltő program volt. Idén nem estünk nyilván abba a hibába, hogy meg szeretnénk ismételni a diktátum 100. évfordulóját. Idén egy csendes műsorunk lesz. 7 órakor Dóri fog egy kis beszédet tartani, mécsest gyújtunk, Gyémánt Ádám eljön hozzánk, egy legényest fog táncolni, illetve én beszélek a 39-es kárpátaljai revízióról. Múlt héten kirándulni voltunk, és az egyesületi kiránduláson vetődött föl, hogy olyan rossz állapotban vannak a táblák, és most, amikor fölújítjuk a keresztet, illetve a padokat, mert ezt ugye minden évben megcsináljuk, tavaly is megcsináltuk, így hozzuk össze a társaságot, akinek kedve van, 4-5 fős csoportokban egy-egy táblát újítsunk föl. Ugye Farkaslaki Jakab György csinálta ezeket a táblákat, de hát a fa igényelné nagyon a karbantartást. És hát összejöttünk 22-en, és elosztottuk egymást, úgyhogy 5 helyszínen folyik most a munka. Itt ugye a kereszt, illetve a tábla megjavítása, feljavítása, és még ezen kívül a városban 4 táblát tudtunk most bevállalni. Az egyesület át az anyagokat, illetve hát a munkát is az egyesület tagjai. Nem olyan régen a Határtalanul Egyesület is felkért engem, hogy tartsak egy olyan beszédet, amivel egy picikét a határon túli magyarokhoz, a határon túli fiatalokhoz szólok. Nagyon-nagyon nagy örömmel tettem eleget ennek a felkérésnek, mert azt gondolom, hogy igen, és talán most a világjárvány idején még nagyobb szükség van arra, hogy érezzük azt, hogy összetartozunk, hogy számíthatunk egymásra a bajban. Nagyon nehéz mondjuk egy középiskolásnak az érdeklődését felkelteni, de mivel nekem van otthon egy fiacskám, aki 17 éves elmúlt, én rajta azt látom, hogy igenis nagyon megérinti őket a nemzeti összetartozás, megérinti őket Trianon, tehát hogy nagyon is foglalkoznak ők vele. Nyilván, hogy ez függ attól is, hogy az ember otthon milyen környezetben van, és miket hall otthon, mennyire tartják fontosnak a saját szülők, hogy a hagyományokat átadják, hogy a történelemről beszéljenek.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben azért a felnőtteknek óriási felelőssége van, hogy a gyermekeinknek mit adunk át, és mi az az a közbeszéd, ami egyébként otthon mondjuk egy családi asztalnál zajlik. Nálunk ez megvan, úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy megpróbálom a lehetőségekhez képest átadni a gyermekeimnek ezeknek a fontosságát. Az emlékek megőrzése volt a cél annak a pályázatnak is, hogy diákok minden évben határon túl Erdély tájakat látogathatnak. Ez így van, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres pályázat, és ennek megvan a fordítottja is, tehát, hogy nem csak az, amikor belföldről utaznak ki a diákjaink határon túlra, hanem a határon túli magyarok jönnek Magyarországra, úgyhogy ez vice versa működik, és óriási eredményeket értünk el. Én nagyon remélem, hogy ez már az idén fog tudni folytatódni, hiszen ezt is a Covid a tavalyi évben hát tönkretette, vagy elmosta ezt a lehetőséget, de nagyon bízom benne, hogy idén újra el fognak tudni indulni. Egyébként én egyre jobban azt látom, hogy Magyarországon belül is az erdélyi magyaroknak egy nagyon nagy, hogy mondjam, tisztelete van a mi szemünkben is. És én, hogyha meghallok egy ilyet, hogy magyarok lerománoznak egy erdélyi magyart, én azonnal helyre teszem az illetőt, de én egyre kevésbé hallom ezt. Tehát én úgy látom, hogy igenis van ennek hagyománya már tulajdonképpen, hogy az erdélyi magyarokat testvérként kezeljük. Kedves nézőink, közelgő rendezvényekre hívnám fel a figyelmüket. Június 4-én 17 órakor a trianoni békediktátumról emlékeznek meg Pomázon a hívállomásnál lévő Nemzeti Összetartozás téren, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Június 13-án vasárnap 10 órától a Pomázi Teleki Vattai Művészeti Iskola nyári művészeti napot tart a kastélykertben. Lesz koncert és gyermekeknek hangszersimogató. Kedves nézőink, híreinket hallották.